Ez a buzdító kiáltás az általános iskola 3. B-osztályosaitól származik, akik nemrég a Magyar Televízió 2-es csatornájának gyermekvetélkedőjén vettek részt. A megmérettetésre jelentkező csapatok több fordulóban a legokosabb osztály címért küzdöttek. A repülőosztály címmel indult az útjára, később legokosabb osztálynak nevezték, 8 osztály nevez összesen, és ebből a 8 osztályból 4 fog tovább jutni az első fordulóban, aztán a másodikban újabb 2, és a döntőre végül is 2 jut be. Hogy mit jelent maga a vetélkedő, nagyon nehéz megfogalmazni, hiszen a gyerekekről szól, és arról, hogy ők a tudásukat úgy tudják a leginkább visszaadni. Miért döntöttek úgy, hogy beneveznek erre a vetélkedőre? Úgy gondoltuk, hogy nagyon ügyesek a gyerekek, nagyon sokrétűek, és próbálunk nem csak az oktatásra, tehát a helyi oktatásra törekedni, hogy itt a tankönyvekből, illetve a munkafüzetekből tanuljanak, hanem egy kicsit kitekintsünk a világra, egy kicsit többet adjunk a gyerekeknek, mint amit itt kapnak az iskolába. És úgy érzem, hogy ez sikerült is, mert szerintem mindenki elégedett volt ezzel a versennyel. Számodra mit jelentett az, hogy a legokosabb osztály vetélkedőjén részt vettél? Nagyon izgultunk, és nagyon jó volt a vetélkedő. Néha egy kicsit nehezek voltak a feladatok, de azokat mind tudtuk rá a választ, és nagyon jól éreztük magunkat. Mennyit készültetek erre a vetélkedőre? Nagyon-nagyon sokat gyakoroltunk a FEFE, a csapatkapitányunkkal is. Amikor eljött hozzánk a tévével, akkor is nagyon-nagyon sokat egyfolytában csak gyakoroltunk. Segített nekünk, hogy hogyan súgjunk úgy, hogy a másik csapat nehogy meghallja. Segített a koncentrálásba, és segített, hogy megértsük azokat a dolgokat, amiket elmondanak nekünk. Nagyon nehéz volt a felkészülés, de mikor lejöttek helyi forgatásra, azért a csapatkapitány, most már bátran nyilatkozhatok, FEFE hozott nagyon-nagyon sok feladatot, nagyon sok ötletet adott nekünk, úgyhogy mindenféle feladatot próbáltunk a gyerekeknek adni. Szövegértés elsősorban, aztán a logikát egy kicsit fejlesztettük, környezetvédelem, környezettel kapcsolatos állatokkal, tehát rettentő sok feladat, aztán ügyességi, játékos feladatok, aztán, hogy tudunk egymásnak súgni, mert ez nagyon-nagyon fontos volt, ott ugye ki is jött, hogy ha lehet, akkor a másik csapat ne hallja meg. Tanultunk, nagyon sokat tanultunk ebből a versenyből, mind a gyerekek, mind pedig mi. Melyik feladatot élvezted a legjobban? Szerintem az állatozó volt a legjobb, mert akkor mindig behoztak egy állat, és mindenféle butaságot csinált. Könnyű volt ezeket a feladatokat végrehajtani? Hát volt olyan, amelyik nehezebb volt, egy kicsit volt, amelyik könnyebb. Szerintem nem volt olyan nehéz. Mennyire vagy elégedett azzal, ahogyan az osztály szerepelt? Én elégedett vagyok az osztály teljesítményével, mert ez egy nagyon jó csapat. Szerintem nincsen kifogás, ami azt mondaná, hogy nem jó. Még egyszer belevágnátok ebbe a vetélkedőbe? Igen. Mi lett végül az eredmény? Hogyan szerepeltek a 3. B-sek? Hát az eredménnyel nagyon elégedettek vagyunk, hisz ahogy az adásból is kijött, nem a saját hibánkból estünk ki, hanem végül is rajtunk kívülállókból áll. Természetesen a csapatkapitány is a csapat része, de teljesítménye is beleszámít, ami teljesítményünkben. Így összteljesítményben nem jutottunk be a döntőbe, de a gyerekek nagyon-nagyon szépen teljesítettek. Mekkora élményt adott mindez a gyerekeknek? Hihetetlen nagy élmény, nagyon nagy tapasztalatot, nagyon aranyosak voltak, és nagyon szépen vették az akadályokat, és úgy gondolom, hogy ez egy életre szóló élmény, egy országos tévében megmérettetni magunkat. Bátorság is kell hozzá, és nagyon-nagyon nagy tudás, rátermettség, és nagyon, nagyon örülünk, hogy részt vehettünk benne.